Bárga Tábort idén 5. éve szervezzük meg, és ez a program, ez alapvetően a felzárkózási programokból indult ki. Szerettük volna, hogyha hátrányos helyzetű gyerekek is ugyanolyan esélyekkel jutnak táborozási lehetőséghez, mint a többségi társadalomban élő gyermekek, és egy integrációs esélyteremtő tábort kezdtünk el megvalósítani 5 évvel ezelőtt. Összesen az 5 év alatt 6500 gyermek táboroztatását tűztük ki célul, ez évente olyan 1500-1600 gyerek táboroztatását jelenti, és 6-8 turnuszt szoktunk egy évben megvalósítani, attól függően, hogy hány helyszínt kapunk. Jelenleg Balatonszárszón, illetve Balatonfenyvesen, a református üdülőkben lesznek megtartva ezek a turnusok. Sziasztok, drágáim! Nagyon jó, hogy látlak titeket újra. Nagyon-nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy immár 3. éve veletek lehetek. Ebben a közökben azt hiszem, hogy írodott is itt ezen a színpadon egy dal, mégpedig az Én Apám című dalom, az ti iklettétek, úgyhogy köszönöm nektek, szóval ez is azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokat kapok tőletek. Egyrészt így van benne egy ilyen adhatok másoknak, tehát hogy ott vannak ezek a srácok, akik már így 5. éve jönnek vissza, és látni évről évről az ő fejlődésüket. Nyilván kapnak egy nyári élmény, de hogy többet kapnak, mint nyári élmény, hanem hogy így kapnak egy szociális kompetencia fejlesztést, az élmény foglalkozásokat. Nyilván nekik így a Balaton az óriási nagy szó. Egyrészt ezért szeretem, mert hogy én magam adhatok, másrészt meg annyi energiát és annyi jót kapok azoktól az emberektől, akikkel együtt dolgozom. Vannak olyanok, akikkel azóta barátságot kötöttem, és hogy kialakulnak olyan kapcsolatok. Nagyon fontos kötődések tudnak ennyi idő alatt kialakulni egy táborban. A táborok szervezését azt mi már decemberben el szoktuk kezdeni. Januárra már megvannak gyakorlatilag a konkrét programok, hogy adott turnusban mikor mit szeretnénk megvalósítani. A önkéntesek toborzását elkezdjük már januárban, az oktatók toborzását is elkezdjük már januárban, februárban pedig meghirdetjük az oktatási intézmények, a gyülekezetek, a tanodák között, a nevelőszülői hálózatban a táborozási lehetőséget. Ugye ez egy nagyon komplex összetett feladat, mert hogy hihetetlenül sok embert mozgatunk, több száz önkéntessel és több száz oktatóval dolgozunk együtt egy évben. Akiknek a jelentkezését most várjuk, azok az önkéntesek, az oktatók, a hitéletért felelős munkatársaink, illetve az egészségfejlesztésért felelős munkatársaink. Önkéntesnek bárki jelentkezhet, aki 16 év fölötti, oktatónak elsősorban azoknak a jelentkezését várjuk, akiknek van valamilyen tapasztalatuk, ilyen pedagógiai foglalkozások tartásában. Halász bárki lehet, akinek van bármilyen kapcsolódása a református egyházzal, lehet hitoktató, lehet laikus, akit érdekel ez a terület, és egészségfejlesztőnek, egészségőrnek is gyakorlatilag bárki jelentkezhet, akinek van valamilyen egészségügyi alapvégzettsége. Önkénteseket fedélzetmesternek hívjuk, ők azok, akik a gyerekek mindennapi jólétéért felelősek, ott a Maszló piramis alja, hogy így egyébként eljussanak ebédelni, minden gondjuk, bajukra választ kapjanak, ők kísérik el az orvoshoz, ők fektetik le őket, ők ébresztik őket, hát hogy nap mint nap így velük vannak. Ezen kívül a tábornak a részvevői között vannak oktatók, akiknek két csoportja van, az egyik a kapitányok, akik a délelőtti élménypedagógiai foglalkozásokat tartják. Ide olyan vezetőket várunk, akiknek van élménypedagógiai végzettsége, vagy van valami tapasztalati tanulással kapcsolatos képzése, tanúsítványa. És vannak a kormányosok, akik pedig azért felelősek, hogy a gyerekeknek a szabadidős programjai azok tökéletesen meg legyenek szervezve, animátorkodjanak. Ezen kívül ugye vannak az egészségőrök, akik az egészségfejlesztési programért a táborban megvalósuló egészségfejlesztési programért felelősek, és ugye a halászok, akik pedig a lelkiségért felelős vezetők. Mindenkinek a jelentkezését várjuk egyébként február végéig. A Bárka Tábor honlapján lehet erre jelentkezni, és február végén van a határidő. Az önkéntes lehetőségért egy egyszerű juttatást tudunk biztosítani. Az oktatói, illetve a halász és az egészségfejlesztő pozícióért pedig díjazásban részesülnek azok, akik eljönnek hozzánk. A
számomra így a bárka, az így valahogy elkezdődik így decemberben, de igazán azért így a felkészítőkor nyílik ki. És ahogy kinyílik ez a bárka doboz, és így hoztam is hozzá egy olyan gyűjtést, ami egyébként így a saját kis bárka dobozom a 4 év alatt, vagy most már 5. éve lesz, és ez így valahogy kinyílik így júniusban, és addig így gyűjtöm így tárgyakban is, de hogy azt gondolom, hogy a lelkemben is gyűjtöm azokat a jókat, amit kapok ez alatt az idő alatt, és nyilván amikor az utolsó turnus utolsó napja lemegy, akkor így bezáródik ez a bárka.